Gázállarcokat osztogattak a nyírbátori főtéren a tüntetés szervezői. Azok egyszerű. Büdös, majd elszáll. De ha rendszeresen bűzlik, akkor felvetődik bennünk, hogy más gondot is okozhat. Évek óta szenvednek a városlakók a település határában működő egyes cégektől áradó bűztől. A tüntetés szervezői nem azt kérték, hogy álljanak le a vállalatok, csak annyit, hogy szaktalanítsák tevékenységüket. Senki nem akarja, hogy a cégek bezárjanak. Sőt, annyi embert vegyenek fel, amennyivel azt a rengeteg mellékterméket, ami az üzemeltetésből keletkezik, hígtrágya, almastrágya, vér, bél, toll, dög, szakszerűen a lehető legrövidebb időn belül és leghatékonyabban kezelni tudják. Ez odaszól a ellentábornak. Ezért szervezték a péntek esti tüntetést is. Elég nagy a baj Nyírbátorba. A rendezvényen felszólalt Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki javaslattal is előállt a probléma megoldására. Azzal a javaslattal álltam elő, hogy egy monitoring csoportot kell felállítani, a szervezők adjanak a csoportba tagokat, az önkormányzat, és segítsék a kormányhivatalt, mert Nyíregyházáról ezt a problémát, ami lehet, hogy adott pillanatban hatalmas bűzt jelent, és fél óra múlva enyhül ez, megoldani nagyon nehéz. Tehát itt segíteni kell véleményem szerint a kormányhivatalt abban, hogy pontos információi legyenek, és az adott pillanatra vonatkozó információi, és ezt csak helyi tagokkal tudják megtenni. Akár szerves trágyát szállító gépjárművek ne a városon menjenek keresztül, ahhoz például egy elkerülő út elengedhetetlen. Máté Antal, a város polgármestere nyitott volt a javaslatra, az önkormányzat kész segíteni a megoldást. Mi minden segítséget megpróbálunk megadni részükre, hogy azokat az elvárásokat, amik most elhangzottak, és azokat az ígéreteket, akiket a különböző vezetők megtettek, azok valóban a következő hónapokban tettekké váljanak, és akkor bízom benne, hogy a jövő év tavaszára jelentős változást fognak érzékelni a helyi lakosok. A tüntetésen jelen volt Román István főispán, és aki ígéretet tett a helyieknek. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy az elmúlt időszakban voltak vizsgálatok, voltak kötelezések, amelyek egyébként kiadásokat is jelentettek azoknak a cégeknek, akiket ez érinthet. De még azt gondoljuk, hogy van teendő, és az elmúlt hetekben megszaporodott bejelentések eredményeképpen újabb helyszíni vizsgálatokat folytattunk le, amelynek a döntéshozatali eljárása folyamatban van. A tüntetés szervezői abban bíznak, hogy a rendezvény elérte célját, és rövidesen megszűnik a bűz Nyírbátorban.